Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Egekben az élelmiszerek árai, van olyan termék, ami 30%-kal drágult néhány hónap alatt. Kisebb koszorúkat keresnek, mint korábban, már szerdán is sokan vásároltak díszeket Minden Szentekre és Halottak napjára. Gázpalack robbant fel a házban, súlyos égési sérüléseket szenvedett az ingatlanban lakó férfi. Hosszút akart állni az ügyészségen, festékszóróval rongálta meg a középületet, a korábban elítélt vádlott. Egyre inkább elszállóban vannak a hazai élelmiszerárak. Van olyan termék, ami néhány hónap alatt 30%-kal drágult, de a kenyér és a tej is egyre többe kerül. A szakértők azt mondják, a folyamat mögött olyan tényezők állnak, amiket lehetetlen előre megjósolni, a drágulás pedig valószínűleg tovább folytatódik majd. Heti háromszor szállítanak kézműves kenyeret és pékárut ebbe a szekszárdi üzletbe. Ők a feldolgozott sütőipari termékek mellett lisztet is árulnak, hiszen sokan vannak, akik otthon maguknak sütnek. A vevőik szinte azonnal elkapkodnak mindent, pedig a pékáruk az elmúlt hónapokban sokat drágultak. A lisztára például mindössze néhány hét alatt 25%-kal emelkedett. Ott 50 forinttal emeltük feljebb az árakat a liszt áremelés előttihez képest, de ez is egy minimális áremelésnek minősül. Most nekem is a beszállítom próbálja lentartani az árakat, és inkább, mert ugye nálam nem csak sima kenyerek vannak, hanem paradicsomos, cseder, sajtos, próbálja az összetevőket úgy alakítani, hogy az árakat ne nyomják meg. Ezzel így egy kicsit tudunk játszani, és nem az van, hogy a plafont veri a kenyérár. Hát elkóstoljuk ezt, ez sajtos, nem? Cseder, ebből sajtos. Baj nem lehet. Hát nem. Az, hogy rászoksz, azon kívül semmi. A kenyér árán ez a drasztikus emelkedés egyelőre még nem köszön vissza, de már most is szembetűnő a drágulás. A Központi Statisztikai Hivatal szeptemberi számításai szerint a fehér búzából készült termék kilója januárban átlagosan 374 forint volt, szeptemberben viszont ez már 399 forintba kerül a boltokban, és közel sincs vége az áremelkedésnek, hiszen az alapanyag, a búza is folyamatosan drágul. Mindemellett a magasba szökkennek az energiaárak és a logisztikai költségek is, amik maguk után vonják a további inflációt. Az a kihozatal, amit idén az aratás után kihoztak, azért rettenetesen alacsony mennyiség volt. Idén 90 000 forintért lehet venni étkezési búzát, két évvel ezelőtt 80 forintért kaptunk lisztet. Tehát az rettenetesen nagy különbség. A másik legfontosabb alapélelmiszerrel, a tejjel kapcsolatban is hasonló folyamatok zajlanak éppen. Beréti Zsolt ennek a terméknek a kereskedelmével is foglalkozik, és azt mondja, még idén jelentős, a pénztárcánkat sújtó változásokra kell készülnünk. Tejterméknél szerintem már a jövő hónapban, amit bejelentenek, vagy decemberig, amit bejelentenek, az egy közel 10%-os áremelés. 1300 forint kilója a ponynak ebben a szekszárdi üzletben, ugyanitt néhány hónapja ezt a halfajtát még 1000 forintért lehetett venni, és a többi húsáru is hasonló mértékben drágult. A csirkemellfilé ára például átlagosan 1400 forintról 1900 forintra emelkedett. Vendég Edita, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke azt mondja, kiszámíthatatlan a piac. A búza tonna ára például az elmúlt 2,5 hónapban több mint 30%-ot emelkedett. Prognosztizálni még előre nem tudjuk, hogy hol fog ez egyáltalán megállni, vagy ez már a plafont jelenti a jelenlegi ár, mivel amikor 70 ezer forint volt augusztusban, meg amikor 80 ezer forint volt szeptemberben az ár, akkor is azt gondoltuk, hogy ennél magasabb már nem lehet. Ennek ellenére most 96 ezer forintért értékesítik a kereskedők a búzának tonnáját, amit ők még 60-65 ezer forintért vásároltak fel az aratást követően. A szakértők szerint előre láthatólag a tejtermékek és a hús hentes áruk novembertől átlagosan 10%-kal drágulhatnak majd, és ez a tendencia jövő évben is tartósan megmaradhat. Péntektől tovább emelkednek a hazai üzemanyagárak, a benzinhez és a gázolajhoz is literenként bruttó 5-5 forinttal juthatunk hozzá drágábban, így az átlagos fogyasztói árak előbbi termék esetén 506 forint körül alakulnak majd, míg egy liter gázolajért 517 forintot kérnek el a hazai kutakon. Legutóbb szerdán nőttek az üzemanyagárak.
3125 új koronavírus megbetegedést igazoltak kedden idehaza, ezzel a járvány kezdete óta összesen 855339 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 36, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 30647 főre emelkedett. 1798 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 197-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 5.944.000-en kaptak. Tolna megyében 41 új fertőzöttet regisztráltak kedden, így a járvány kezdete óta összesen 18.262-en kapták el a koronavírust az országnak ezen a részén. Míg szinte az egész országban markánsan növekszik a szennyvíz koronavírus koncentrációja, addig Szekszárdon alacsony a mért adatok szerint és stagnál is. A minták legtöbbje az előző hetek lassú ütemű növekedéséhez képest erőteljes növekedést mutatott Budapesten, Pécsen, Salgótarjánban, Szegeden, Székesfehérváron és Tatabányán, valamint a Budapest környéki agglomerációban. Csökkenés egyedül Miskolcon volt tapasztalható. A vizsgált települések közel felében már emelkedett koronavírus koncentrációt mértek a 42. héten. Már most sokan vesznek virágot és koszorút Minden Szentekre és Halottak napjára. Az eladók azt mondják, az emberek sokkal árérzékenyebbek, mint korábban, emiatt a legtöbben kisebb díszeket keresnek. A drágulás ezt az ágazatot is elérte. Igen, igen, talán. Csak a színe egy kicsit. Csak a virág más, de ugyanúgy. Minden Szentek és Halottak napja csak hétvégén lesz, de már szerdán is sokan érdeklődtek a koszorú és virágárusoknál. A legtöbben jövő héten keresik fel a temetőket, és igyekeznek frissen vásárolt díszeket vinni a sírokra, de vannak, akik akár éveken keresztül is újrahasznosítanak egy-egy színes növényt. Mindig visszavágom, nem kell minden évbe venni, hanem így lehet spórolni. A koszorúk eladási ára jelentősen drágult az elmúlt egy évhez képest. Most a legtöbb 3000 forint körül mozog, de találni még 1500 forintért is, de egyre kevesebb helyen. Pedig egy-két éve még 600-900 forintért is meg lehetett venni ezeket. Olasz Gyuláné azt mondja, hogy az azok alapanyagául szolgáló fenyő is sokkal többe kerül, mint tavaly. De felment nagyon az áruk. A tavalyi viszont megvettem a Norman fenyőt 1300-é, most 2600 forint egy bála. Úgyhogy mindennek nagyon elment az ára. A piacon egy másik árus is azt mondta, hogy drágultak a koszorúhoz szükséges eszközök árai, ez pedig a végtermékért kért összeget is befolyásolja. Neki szerencséje van, mert több olyan anyagot felhalmozott az utóbbi évben, amik a koszorúk elkészítéséhez szükségesek, így idén nem kell jelentősen megemelni az árait, viszont mindezek ellenére is tapasztal keresletcsökkenést. Keresett csökkenés van, de én nem változtattam árat. Próbáltam kigazdálkodni, hogy ne kelljen emelnem. Tóth Sándorné minden évben az egyik szekszárdi temető mellett árul koszorúkat Minden Szentek és Halottak napja közelettével. Ő is azt mondja, hogy idén inkább a kisebb darabokat választják a vevők. Koszorúból inkább a alacsonyabb árut, de épp most volt egy nagyon kedves kuncsaft itt, aki szépen bevásárolta a nagyméretű koszorúkból a középméretű, úgyhogy elég jól fizetett, örültem neki. A Minden Szentek és a Halottak napja előtti időszak egyébként kiemeltnek számít a virág és koszorúárusok között. Az éves bevételük egy jelentős részét ugyanis ekkor szerzik meg. Vasárnapig jelentkezhetnek bankjuknál azok, akik továbbra is élnének a hitelmoratórium lehetőségével. A személyes ügyintézésre azonban leginkább péntekig nyílik mód. A hét utolsó napjáig az online megoldások kínálkoznak az érintetteknek. A kormány szeptemberi döntése nyomán novembertől jövő év június 30-áig kizárólag a rászorulók vehetik továbbra is igénybe a hiteltörlesztési enyhítést. Ebből a szempontból rászorulónak számítanak a nyugdíjasok, a gyermeket várók és nevelők, a közfoglalkoztatottak, a munkanélküli vagy az álláskereső banki ügyfelek és azok a magánszemélyek, akiknek tartósan csökkent a jövedelmük. A vállalkozások közül pedig azok kérhetik a hosszabbítást, amelyek árbevétele legalább 25%-kal esett az előző 18 hónaphoz képest. Gázpalack robbant fel egy családi házban, Udvariban. Az ingatlanban lakó férfi súlyos égési sérüléseket szenvedett. A szomszédok úgy fogalmaztak, szabályosan ráégett az ingje. A környéken élők csak találgatnak, hogy pontosan mi történhetett.
Teljesen megsemmisült az udvariban található háztető szerkezete, miután néhány napja lángok csaptak fel az épületben. Az ingatlanban egy 40-es éveiben járó férfi lakott egyedül. Az egyik szomszéd azt mondja, a tűz éjszaka keletkezett, a lángok pedig rémisztően nagyok voltak. Egyszer éjszaka csak fölébredtünk, nem is ébren is voltam, de a lányom. Ugye itt elő még nincsen kicserélve az ablakok, és ő itt alszik, és behallatszott, ahogy pattognak a cserepek. A szomszéd lány ekkor az utcára szaladt, ahol meglátta, hogy a férfi háza hatalmas lángokkal ég. A környéken élők azt mondják, a tulajdonos alkohol problémákkal küzdött, alkalmanként dolgozott csak, és korábban megpróbált már öngyilkosságot is elkövetni. A legtöbben viszont azt gondolják, most nem erről lehetett szó, mert az ingatlanban már régen kikötötték a gázt és az áramot is, emiatt pedig gyertyával világított az ott lakó áldozat. A helyiek úgy emlékeznek, ő súlyos égési sérüléseket szenvedett. Én látni nem láttam, azt mondják, hogy szabályosan ráégett az ing. Hát égési sérülésekkel nyilván. A katasztrófa védelem szóvivője azt mondja, két tűzoltó autó érkezett a helyszíre, azokkal tudták csak a lángokat megfékezni. Az eset során pedig egy gázpalack is felrobbant. A házlakóját a szomszédok segítették ki az épületből. Az épületben található 12 kg-os PB gázpalack is felrobbant. Két vízsugárral oltották el a keletkezett lángokat a tornamegyei tűzoltók. Hogy a megégett férfi most milyen állapotban van, azt nem lehet tudni. Információink szerint Pécsen kezelik. Autós üldözésbe keveredett egy olasz embercsempész Dunaföldvár közelében. A menekülést a szirénet használó hatósági jármű fedélzeti kamerája rögzítette is. Az eset még szeptemberben történt, de az ügyben most emelt vádat a Tolna megyei főügyészség. Az olasz férfi öt magukat szírnek valló migránst akart Nyugat-Európába szállítani. A felvett képsorokon látszik és hallatszik, hogy az egyértelmű jelzés ellenére menekülni próbált. A vádlott a sűrű forgalom ellenére az autópályán, majd a hatos úton lakott területen belül is nagy sebességgel úgy menekült az őt követő rendőrök elől, hogy számos közlekedési szabály megszegésével több személy életét, testi épségét közvetlenül is veszélyeztette. Az embercsempésznek hamarosan közúti veszélyeztetés miatt is bíróság elé kell majd állnia. Bosszút akart állni egy férfi, akit 11 évvel ezelőtt elítéltek egy büntetőügyben, ezért fekete festékszprével fújta le a Tolna megyei főügyészség épületén található résztáblát és az oda felszerelt kamerát. A rongálót ezért most újra bíróság elé állították és pénzbüntetés megfizetésére kötelezték. Egy férfi sétál a Tolna megyei főügyészség épülete előtt Szekszárdon. Ez önmagában nem különös viselkedés, ám a járókelő határozott szándékkal érkezett a helyszínre. Eltervezte ugyanis, hogy kárt tesz az ingatlanban. A férfi ellen most emelt vádat a pécsi járási ügyészség rongálás miatt. A vádirat szerint az elkövetőt még 2010-ben megrovásban részesítette a bonyhádi járási ügyészség. A vádlott 10 év elteltével sem tudta elfogadni az ügyészi döntést, ezért amikor 2020. októberében Szekszárdon járt hivatalos ügyeit intézni, elhatározta, hogy bosszút áll az ügyészségen. A gépkocsijából magához vett egy fekete festékszórót, ezzel a főügyészségnek az épületéhez ment, és lefújta a Tolna megyei főügyészség feliratot, az állami címet és a biztonsági kamerát is. A biztonsági kamerák rögzítették egyébként a férfinek a cselekményét, így röviddel a történtek után sikerült őt azonosítani és gyanúsítottként kihallgatni. A férfi több mint 80 ezer forint kárt okozott az ügyészségnek ezzel a cselekményével, így a magatartása rongálásvédség megállapítására alkalmas. A férfit egyébként zaklatás miatt részesítette meg rovásban a bonyhádi járási ügyészség 2010-ben. Emiatt fújta le a festékszóró szprével a Tolna megyei főügyészség kameráját és tábláját. A rongálás vétségéért egy év szabadságvesztés szabható ki a törvény szerint. Mivel azonban az elkövető beismerte tettét és konkrét bizonyítékok is rendelkezésre állnak az ügyben, a pécsi járási ügyészség büntetővégzéssel pénzbüntetésre tett indítványt. Regionális híreink következnek. Milyen volt az első fél év pécsi cégek beszámolója a szakbizottságok előtt? Látogatási tilalmat rendeltek el a pécsi klinikákon. Cél a fertőzések kialakulásának csökkentése. Minden a tökről szól, Rákpusztán finomságok és alkotások is készültek az őszi zöldségből. Nem kap megfelelő képet a pécsi önkormányzati cégek működéséről a polgári oldal. Panaszolták a képviselők a gazdasági és a pénzügyi bizottság együttesülése után.
A gazdasági társaságok első számú vezetői helyett mások jöttek el a legtöbb esetben, így nem tudtak átfogó képet adni a cégek működéséről, mondták a fideszes politikusok. Azért igyekeztek kideríteni, hogy mi lehetett a mostani 1 milliós darabáron eladott buszügylet mögött, vagy miért fizet az önkormányzat piaci alapon menedzseri bért, mikor örökösen pénzhiányról panaszkodik a baloldali városvezetés. Hogyan teljesítettek a pécsi városi cégek? Erről számoltak be a gazdasági társaságok vezetője az Önkormányzat Gazdaság és Pénzügyi Bizottság előtt a Városháza dísztermében kedden. A pécsi közösségi közlekedést végző Tüke busznál rákérdeztek, hogy miért adtak el buszokat darabonként 1 millió forintért, és vásároltak vissza a régi Mercedes buszaikból, mondta a fideszes bizottsági elnök. Rá is kérdeztem egyébként, hogy mégis mi a magyarázat, mi a tervezekkel az a Mercedes típus autóbuszokkal, hiszen ezek gyakorlatilag roncs állapotúak. Ezt megerősítették, hogy például kettőt közülük az kimondottan szét fognak szedni, és roncsként fognak, alkatrészként fognak valamilyen módon felhasználni. Tehát ezért sem érthető, hogy miért kell jó állapotú gépjárműveket eladni azért, hogy utána vegyünk romhalmazokat, tehát erre nem kaptunk választ. Ráadásul nem is a Tükebusz vezetője jött el a bizottságülésre, hanem a pénzügyi vezető, aki nem tudott semmit a buszeladás és a vétel hátteréről. A pécsi vagyonhasznosító vezetőjétől azt kérdezték, hogy szerinte indokolta-e a neki juttatott fizetés mértéke, miközben csődbe ment városról beszél a baloldal folyamatosan, mondta az ülés után a gazdasági bizottság fideszes tagja. Arra voltunk kíváncsiak, hogy mit gondol arról, hogy miközben Péter Fiatila polgármester lépten nyomon azt hangoztatja, hogy micsoda adóssággal és micsoda rossz gazdasági helyzetben vette át a várost Páva Zsolt polgármestertől, addig ő vezérigazgatóként évi 40 millió forintot visz haza, 1,8 millió a havi fizetése, és emellett még az éves fizetésének a 75%-át évvégén prémiumba megkapja. Ő erre azt válaszolta, hogy szerinte ez arányos és megfelel Pécs gazdasági helyzetének. Barkóczi Csaba szerint felháborító, hogy a legtöbb önkormányzati cég első számú vezetője helyett másod, illetve harmadvonalbeli vezetők jöttek el, akik nem tudtak teljes tájékoztatást adni. Mivel a városi társaságok felügyelő bizottságaiba nem engedett jobboldali tagokat a baloldali városvezetés, ezért csak a bizottsági üléseken tudhatnak meg információkat a gazdasági működésükről. Ez pedig így nem teljesülhet, mondja a politikus. A pécsi cégek egyébként az első fél éves eredményeikről számoltak be a szakbizottságok tagjai előtt, a napirend szerint kedd délelőtt. Részleges látogatási tilalmat rendeltek el a Pécsi Klinikai Központ valamennyi intézményében. Dr. Sebestyén Andor elnök tájékoztatta stábunkat, hogy ezzel az a céljuk, hogy csökkentsék a koronavírus és más szezonális fertőzések kockázatát. A COVID-fertőzöttek egyáltalán nem látogathatóak, az egészségügyről szóló törvény alapján azonban vannak kivételes esetek. Részleges látogatási tilalmat rendeltek el a PTE klinikai központjához tartozó legtöbb intézményben október 26-ától. A szigorítás célja, hogy megakadályozzák, de legalábbis minimálisra csökkentsék a koronavírus és más szezonális fertőzések kockázatát, mondta stábunknak dr. Sebestyén Andor, a klinikai központ elnöke. Ez azt jelenti, hogy a klinikáink nagy részén teljes a látogatási tilalom. A részleges az miatt részleges, hogy néhány klinikán még nem teljes, azaz egy-egy órásában van lehetőség látogatásra a megfelelő járványi szabályok betartása mentén. Az elnök kiemelte, hogy a COVID-19 fertőzés miatt kezett betegek a jogszabályban meghatározott esetek kivételével egyáltalán nem látogathatók. A kivételes esetekről pedig az egészségügyről szóló törvény rendelkezik. Például gyermekgyógyászatban kiskorú látogatására a megfelelő törvényes képviselőnek, szülőnek egyik lehetőség, vagy például súlyos, hosszantartó betegség esetén a beteg által megjelölt személy esetén nyilván ezek igazgatói engedéllyel tudnak kiviteleződni a klinika részéről, engedélyezve, vagy éppen például ahol olyan értelmi fogyatékos betegek kerülnek ellátásra, ahol szükséges, ennek a lehetősége szintén adott a törvényi felhatalmazás alapján, amik biztosítják a törvényi kivételeket. Emellett a szülőnő által megjelölt nagykorú személy is tehet látogatást, de csak a vajódás és a szülés ideje alatt, tette hozzá dr. Sebestyén Andor. A részleges látogatási tilalom visszavonásig érvényes. Minden a tök körül forgott a Somogy megyei Rádpusztán. Tökös ételekkel és tökfaragással is várták a látogatókat. Miki egér és hagyományos lámpás is készült.
A street food ételek sem nélkülözték a tököt rántpusztán. A vaddisznó tarjához grillezett Hokkaidó tököt kínáltak ördögszekérgombával, de más finomsághoz is társult a sárga növény. Hamburgert készítünk, sütőtök. Van a kicsikét a marha húsunkba is, egy kis sütőtök reszelve, illetve grillezünk hozzá sütőtököt. Ezt sósan, tehát sóval és fűszerekkel ízesítjük. Ez adja meg majd a hamburgernek a szaftosságát. Minden a tök körül forgott rádpusztán, amíg a szabadban a street food ételek készültek, addig bent a sátorban a tökfaragáson dolgoztak a családok. Lámpás lesz, igaz? Igen. És valószínűleg arcocskája lesz majd. Ez közben formálódik, kitalálja ki, hogy milyen legyen majd ez a tök? Én. És akkor te is rajzolod meg, és anyáé lesz a vágás? Igen. Hagyományos és egyedi töklámpások is készültek. Őszinte megmondom, hogy már a bölcsödébe egyszer csináltunk ilyet, és megnyertük vele az első díjat, és Zétike reggel úgy ébredt, hogy Miki Egeret fogunk faragni. A munkából az ötletgazda is kivette a részét. Anya szedte ki belőle a magot, én meg festettem, és kinyomtam a Miki Egereket. Az alkalmi tök kiállításon pedig azt is láthatták az érdeklődők, hogy a különböző formájú növényekből mi minden alkotható. Termeltem ezt a kolbásztököt, és akkor erre tettem rá ezt a zongora mintát. Ráraktam, és azonután azon gondolkodtam, hogy hogy tudom megalkotni, mert ezt magába kiállítom, az nem sokat jelent, hanem utána mögötte legyen egy zongorista. És azt is tökből megalkottam, szerencsére jól sikerültek, és így eddig még mindenkinek ez nagyon tetszett. A rádpusztai tök jó napon a legszebb helyben készült töklámpásokat is díjazták. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Ekekben az élelmiszerek árai, van olyan termék, ami 30%-kal drágult néhány hónap alatt. Kisebb koszorúkat keresnek, mint korábban, már szerdán is sokan vásároltak díszeket Minden Szentekre és Halottak napjára. Gázpalack robbant fel a házban, súlyos égési sérüléseket szenvedett az ingatlanban lakó férfi. Hosszút akart állni az ügyészségen, festékszóróval rongálta meg a középületet, a korábban elítélt vádlott. Csütörtökön sem változik a légköri helyzet, közel ugyanúgy alakul az időjárás, mint az elmúlt napokon. A hajnali párásság, ködfoltok napkeltét követően eloszlanak, majd napos, fátyolfelhős, szűrt, napsütéses, nyugodt őszi idő alakul ki. Eső nem esik, éjszaka gyengén felhős, csillagfényes, nyugodt idő várható. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!